Adél, gyere! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ma egy új osztálytársat hoztam nektek, Sápár Adél. Köszöntsétek! Hello. Adél, mutatkozz be, légy szíves az osztálynak. Semmi baj, Adél. Gyerekek, segítsük azzal, hogy mi mutatkozunk be először. Nem kell. Zoli, ugye? Jó lenne, hogyha a szelfieiden, amiket az élményfürdőbe készítesz, nem mindig ilyen passzos fürdőgatyába lennél. Nem azért mondom, nem a méret a lényeg, csak azért kicsit gáz, nem? Téged Rebekának hívnak, ugye? Tudom, hogy táncos nő szeretnél lenni. Nagyon jól táncolsz, láttalak is múltkor a Műfházban az Angyalok az Éjszakában című előadásban. De lenne egy tanácsom neked is. Ha esetleg valami jobb minőségű harisnyát vennél, nem ilyen kínai olcsót, akkor a képeken ott a spárgánál nem lenne tevepata. Ez azért így elég gáz, nem? Jenny, ha bemennél a gyógyszertárba, akkor nagyon szívesen adnának tanácsot a tetű problémáidra, ahelyett, hogy gyakorikérdesek.hu-n írogatsz. Ezt mindenki látja. Peti, te tényleg nem veszed észre, hogy a panna már 2 éve beléd van zúgva? Folyamatosan lájkolj az összes képeidet, meg odaírj, hogy de cuki! Kezdjetek már valamit magatokkal, és inkább jöjjetek össze! Regina, te komolyan gondoltad, hogyha felraksz egy képet, amit dohányzol, és nem állítod be, hogy anyukád ne lássa, akkor majd nem fogja odaírni, hogy szobafogság. Ez is elég gáz. Tibi, örülök, hogy szeretsz játszani ezzel a Star Doll nevű babaöltöztetés játékkal, de te is állíts már be, hogy ne küldjön minden nap 5 meghívót. Én veled ellentétben nem szeretek babázni. És a tanárnőnek is lenne egy tanácsom. Egyébként jó volt a nyaralás Balatonon, Siófokon, az Aranyparton mojitóval a kezében? Csak kár, hogy nem a férjével ment. Én a tanárnő helyében inkább a férjét választanám, mint ezt az új szeretőt, bár ez se rossz. És mondod bármit is a férjének? Mindegy, már úgyis mindenki tudja.